kérdésekkel foglalkozik. Varga Máté, aki szintén biológus, de ő genetikai tanszéken van, tehát ő elsősorban nem ebben az elméleti evolúciós társaságban tartozik, mint a többiek, és ő Müller Viktor, aki pedig járványok modellezésre foglalkozik, ő is biológus. Ádám pedig egy csomó emberi evolúciós kérdéssel foglalkozik, és úgy mondom, hogy hogy kit miről lehet személyesen kérdezni, de természetesen bármilyen kérdés érkezik, akkor majd egymással érzem, hogy telepatikusan kiválasztják a válaszolót. És akkor ezzel bele is várhatunk, remélem, hogy valami kérdések felé. Bocsánat, a tegeződésre egyszerűbbi. Sose voltunk ilyen teremben, sose voltunk ilyen kevesen. De a teremben szoktunk lenni, csak valamiért tartottunk. Ne, egy biztos nem. Tehát az lenne a kérdésem, hogy ugye az embernek, amikor nyilván amikor az állatok nem esznek cukrot, de az embernek ugye el szokott romlani a foga, és akkor nagyon fáj. Hogy az állatoknak is, hogyha elromlik a foga, akkor fáj. Nyilván, gondolom, de hogy mi értelme van igazából a fogfájásnak, hogy az ember nem olyan tudja kiszedni saját maga a fogát, hogy az állatok vagy ki tudják kiszedni. Vagy mondjuk az erős harapásnál van szükség arra, hogy legyenek ideget nyilván a fogba, hogy ne harapjon túl nagyot egy állat. Hát, hogy mi értelme a fogfájásnak evolúciósan? Egyrészt a fájdalom az mindig azt jelzi, hogy baj van. Azt sose tudunk, hogy van baj. Most normál körülmények között akkor a baj, hogy fogunk lyukadjon, az nekünk egyszerűen megy, de normális körülmények között ez nem egy triviális dolog. Az a tapasztalat, hogy mezőgazdaság előtti embereknek nem igazán veszett a foguk, és nem igazán volt a fogok. Nem volt ez a problémájuk, ezek után mitől lehet fog, hát valami nagyon masszív bakteriális fertőzéstől, meg fogtörés, meg stb. Tehát ez elég gyakorlatilag, hogy ez megtörténjen. Hát bennünk megjelzi, hogy baj van, utána mi nem tudjuk kiszedni, de ez mondja, az állatoknál nem lenne jellemző, hogy ezért az nincs meg bennünk, hogy szerencsétlen van, borzalmas fogfájás van. Szerintem tökéletesen volt a fogadószám, de is csak ezt tudnék gondolni, hogy tehát az nem evolúciósan fontos funkció, hogy a sok cukrot eszünk ki, a fogunk is az ellen védjen. Amíg eszünk a cukrot, addig még nem fáj, tehát az ettől nem óv meg, hogy a fájdalom minket megóvattól, hogy van hülyeséget csináljunk, ne nyújjunk bele a szögbe, mert a forró dolgot ne fontosjuk. Ilyen értelemben ez nem segít, viszont normálisan nem is volt akkor ilyen környezetben, kidugadt a fogunk, és ráig eljutunk. Tehát azoknak az érző idegeknek biztos, hogy más funkciója kell, hogy legyen, például az, hogy ne harapjunk túl nagyot, és hasonló. Tehát szerintem ez nem kéne, hogy hozzáférjen bármi azokhoz a csupasz idegvégződésekhez normális körülmények között. Ő sem mert lekopott a foga, nem pedig kilukadt. Meg fogánybetegség is volt, tehát azt is a mostani táplálkozást adnak. És általában nem muszáj mindennek valamilyen ilyen értelmének lenni a biológiában. Egyszerűen ilyen történetmillió van, hogy kell oda egy ideg, hogy érezzük, hogy mennyire haladunk, de ha már ott van ideg, és hirtelen kitaláljuk a mezőgazdaságnak, és sok cukrot tehetünk, és ettől kilukadt, akkor persze, hogy nagyon fáj ez az ideg, csak azért, mert ott van. Nem biztos, hogy mindennek van egy. Én inkább csak folytatnám a kérdést, hogy ugye ez a kopás, amit említett Viktor, és az ördögügyvédje leszek, mert nem. Hát nyilván az a kérdés, hogy például hogy egy nagyon öreg elefántnál, ahol ugye tökre lekopnak ezek az ördögfogak, akkor ott mi van, ő neki fája vagy sem. Tehát kicsit ez is volt a kérdés, hogy fája az állatoknak ilyen esetben, vagy vajon. Ugye, és én arra tippelek, hogy fáj neki, de valószínűleg nem, tehát ugye mire jelentkezik ez a típusú fájdalom. Tehát azért nem nagyon, a szelekció nem nagyon csinálhat semmit ezzel a fájdalommal, mert mire esetleg neki ilyen elviselhetetlen fájdalom meg lennének, vagy ami komolyabban vagy felső elviselkedését, ő már kellően öreg ahhoz, hogy lezajlott az ő szaporodási ciklusa. Tehát igazából abból a szempontból, hogy az ő sikeressége evolúciósan megvalósuljon, ez nem fog osztani vagy szorozni. De az elmondott okok miatt valószínűleg fáj, csak hát nem tökélet semmit sem kezdett. Ez nem az evolúció, hogy én nem egy profi fogkoktató vagyok, az első metszőfogaim, úgy le vannak, hogy a dentin kilátszik már bizony prióra.
szemetrész, és akkor fokozatosan visszahúzódik az ideg. Tehát, hogyha a lassú a kopás, nem kilukad, mert a baktériumok mászkálnak, akkor az ideg az fokozatosan visszahúzódik. Tehát szerintem az elefánt is ettől nem szenved, csak éhen döntik. A végén, igen, a végén már nem. Végig gondoltam a verseny, hogy igazából nem tudjuk, hogy tízezerében mennyire fájt az valaki a foga. Az is lehet, hogy változott. Nem hiszem, hogy ennek olyan nagyon nagy szenziós jelentősége van, de elméletben még az is lehet, hogy ez változik. Sokáig nem tud fájni egy fog. Ha eljött a stábiumot, nem fog fogászni kezelést, akkor nem lesz fáj fog. Úgyhogy ha azt látjuk, hogy a maradványokon nem volt még szúvasodás, meg fogánybetegség, akkor most szerintem nem volt. Hát nem az, hogy az elmúlt időző évben már volt fogfájás. Akkor való? Arról azért nem kiesett. Igen. De ott a fáj. Igen. Na jó. Lehet, hogy a fogkérdés azt elég alaposan kivégeztük. Igen. Jöhet a következő kérdés. Csak hogy a hetek a nagy evolúció felé, hogy az intelligencia eljárás és annak erős szociális készségének köszönhetően szerezte meg. És azt kell megkérdezni, hogy az evolúció miért fárult úgymond ennyitenek a kialakulására. Miért nem jelentnek semmilyen más és hát egy korábban is már az emberi lények legyenek. És hogy miért nem ismerünk ma semmilyen más fajt, ilyen magas szinten állunkban, mint az ember szociális egészségen, intelligencián, az elejét szeretném egy kicsit ennek a kérdésnek módosítani, mert ugye azt mondtad, hogy miért van az embernek ilyen nagyon nagy evolúciós előnye, így kezdődött a kérdés, igaz? Az embernek nincs evolúciós előnye, tehát minden egyes faj, aki ma él, az végül is teljesítette azt a pár évmilliárdos evolúciót. Tehát lehet egy baktérium, egy sejtő, nem tudjuk azt mondani, hogy mi sokkal sikeresebbek vagyunk. Ugye ez egy ilyen retrospektív dolog, tehát hogyha kiderülne, hogy minden más faj az egy zsákutca volt, és mi vagyunk az egyetlen, akkor azt mondhatnánk, hogy tényleg volt valami fantasztikus előnyünk, meg kicsi az esélye. A másik kérdés nyilván az egy olyasmi, ami picit filozófia fele viszel, mert hogy nehéz erre kísérletet és munkát tervezni, úgyhogy hipotézisekkel sokat lehet, és nyilván majd a kollégák is mondanak mindenféle hipotéziseket. Az egyik az, hogy ez csak egy lehetőség volt. Tehát ugye az evolúció tulajdonképpen mindig majd szaporodás fogja érdekelni. Nyilván mi sikeresek vagyunk ilyen szempontból is, tehát megnézzük, hogy fajszámilag a leghozzánk legközelebb álló fajokhoz képest, ugye tényleg az elmúlt pár evolúciós szempontból szemvillanásnak tűnő 10 000 évben mit értünk el. De ehhez ugye nem biztos, hogy ez volt a cél. Tehát hogy valamiért nyilván kialakult egy olyan agy, ami képes volt utána a szimbolikus jeleknek az értelmezésére, kommunikációra, stb. De ez szerintem tipikusan olyasmi, amit mi emergens tulajdonságnak fogunk nevezni, nem elfele. Tehát nem az volt a célja a hominidák evolúciójának, hogy egy ilyen agy legyen a végén, hanem mindig valami változott, mert mindig volt valami előnye. És egyszer csak ezek sok apró változásból létrejött egy olyan dolog, ami képes ugye gondolkozni erről az egész folyamatról. Ezt azt gondoljuk, hogy ez tényleg unikális, ez csak egyszer következik be, vagy hát nem tudom, hogy egyszer majd a delfinek kommunikációját megfejtjük, vagy valami, de nem valószínű. Másik szempont. Egy mai ló, az nagyjából olyan, mint egy 10 millió évvel ezelőtti ló. Hát ugyanúgy, kiások ugyanúgy néz ki, azért hívják a 10 millió évvel ezelőtti lóvat lónak, mert ránéz a hozzáért ember, és azt mondja, hogy ez egy jó csontváza. Tehát, hogyha egy állat megtalálja maga megélhetését valahogyan, és a tulajdonsága a részleteiben ahhoz alkalmazkodik, ez viszonylag hamar megtörténik, és akkor ő már olyan jó, amilyen jó csak lehet az ő saját lehetőségeim belül, és akkor ő úgy marad. Tehát az evolúció zöme az azt csinálja, hogy áll, és nem történik semmi. És néha megnyílik egy új lehetőség, és akkor arra valaki valahogy adaptálódik. És nincs az egészben egy olyan tendencia, hogy valahogy egyre okosabbak legyünk. Tehát, hogyha ló elég okos, ahogy, akkor nem lesz okosabb. Pontosabban úgy kell erről gondolkodni, hogy lehet, hogy a ló is lehetne okosabb, hogyha sokkal nagyobb agya lenne, de nem biztos, hogy ez számára előtt jelent, és akkor nagyobb agy, az csak költség lenne neki. Jó? Tehát akkor
de gyógyszerű. És valami miatt, amit nem olyan könnyű tudni, hogy pontosan micsoda, pont ezen az evolúciós ágon nagyon bevált az a fajta viselkedés, ami mi vagyunk, a kollektív vadászat, vagy mit tudom én, ki mit mond erre, és akkor ott elindult ez a fajta agykoponya növekedés, stb. Amit persze csak azért tudott elindulni, mert már a főemlősök is viszonylag okosak, és akkor ez történetesen így alakult. És az, hogy egyetlen más ágon se történt ez meg, az valószínűleg arról szól, hogy ez valami nagyon speciális, és kivételesen nehéz rátalálni erre az útra. És ezért nehéz tudni, hogy az univerzumban még hány ilyen van. Én ezt picit vitatnám. Már rögtön azzal vitatkozni, hogy a 10 millió évvel ezelőtt van szóval, és akkor majd elmondjuk a for keletkezéshez. Tehát elég egész biztos, hogy 10 millió évvel ezelőtti lónak a patája teljesen másképp néz ki, mint a mai pata. Tehát hogy egy ilyen, ezen a vonalon nagyon jellegzetesen sokat változott a végtagnak a fejlődése és annak a dolgok kapcsolódó dolgok. Szóval az 10 millió évvel ezelőtti ló előtt az egyértelműen a mai lovak felé vezető evolúciós út része, de nem úgy jó, ahogy ma van. Nem az Equus Cavalus faj. Igen. Mondd meg, mennyi egy tipikus élettartam egy fajnak, amit te egy fajnak nevezel? De ezzel nem fogunk beszélni, mert szerintem ezek definiálhatatlanok. Tehát, hogy hol van a faj, a keletkezés eleje meg vége, ugye ez a skatujázás, tehát ez egy tipikusan érdekes dolog, amit mindig érdemes a biológia iránt érdeklődőbb embereknek fejben tartani, hogy a két legalapabb dolog, amit minden biológus állandóan dobálózik vele, a faj fogalom és a génnek a fogalma, azok máig nem exakt módon tisztázott dolgok. A borzasztó nagy vitákat lehet ezekről vitatni, vagy nyitni, és anélkül mindenkinek úgy tűnik, hogy igaza van. Mert hogy ezeket a fogalmakat úgy alkották meg, hogy még nem ismerték magukat a folyamatokat, amelyek ezeknek a hát jellegeknek vagy fogalmaknak a kialakulásához vezetnek, hogy hogyan jön létre ugye az öröklődés alapegysége, vagy hogy ugye mi az, amit ugye Linné, meg még sokan mások ilyen állandónak tartottak a faj, tehát akkor amikor a faj fogalmat megalkották, meg egyáltalán nem volt triviális, hogy ezek a fajok hogyan jöttek létre, tehát ezek ilyen adottnak tűntek. Úgyhogy ezzel nem fogunk vitázni, mikor kezdődik, mikor definiáljuk lónak a lovat, de az biztos, hogy morfológiailag nagyon-nagyon különbözik. Én megkockáztatom, hogy ha ma valamilyen különleges módon tudnánk klónozni egy sok millió évvel előtti lovat, nem tudunk, az nem alkotna, az nem tudna szakorodni egy mérő lóval. Már eleve valószínűleg kromoszoma számokkal problémás lenne, hogy megkockáztatom ezt. Mondjuk, hogy a krokodilok úgy néznek ki. Micsoda? A krokodilok meg hasonlóan néznek ki 10 millió évvel ezelőtt. Igen, de például ott is van illúzió, meg a cápák nyelős csoport. De van sikeres cápacsoportok, azok egy viszonylag friss evolúciónak az eredmények. Gyökere a cápáknak mélyen van, viszont a mostani, éppen most sikeres fajok, azok meg az utóbbi pár millió évben áldoztak kettőt, ami ilyen is van. Tehát ehhez még is azért... Bocsánat, egy pillanatban szóljuk közben, mert itt megy a beszélgetés, de el tudom képzelni, hogy olyasminkkel dobáloznak itt a kollégák, amit valaki esetleg elért. És az egyáltalán nem ciki, szóval, hogyha bármikor elvesztitek a fonalat, akkor bárki tegye fel a kezét, hogy bocsánat, mi a transzról van szó. Jó? De bármilyen alapfogalom, jó, szóval nyitva van ez a program, és nem, egyáltalán nem kínos, sokkal kínosabb nekünk, hogyha úgy ültünk itt, hogy nem értitek, hogy miről van szó. Zárója bezárva. Sőt, még hozzá, hogy lesz lehet lőni minket. Tehát, hogy most itt nem kérdezik, el tudnánk beszélgetni ennek kapcsán. Szerintem egy más kérdés. Tehát más kérdésekre, de csak azt akarom mondani ezzel, hogyha mondjuk Géza válasz után hiányi érzet maradt benedek, akkor az nem tudom, hogy benned is van. Tehát pont ez egy olyan kérdés, egy nagyon jó kérdés volt, mert nagyon nehéz rá a válasz. Tényleg lehet tippelgetni, nagyon sok tippel. Lehet, hogy majd mondani, csak egy tippet azért bedobjuk, hogy mondjuk, ha már egyszer kialakul ez a nagyon szoros szociális élet, akkor tökre előny az, hogyha jobban meg tudod érteni, hogy mit gondol a másik. Na, ehhez kell fizika. Hát főképp, hogy a másik is fizikás. Tehát akkor ez lehet egy olyan dolog, ami előre pozit. Onnantól kezdve, hogy a másik jobb megértése, az mint a te szaporodási sikernek növeli. Na de ez nem teljes válasz nyilvánvalóan, mert miért volt ez igazabb a mi őseinkre, mint mondjuk a kaszkányokra. Tehát ezt, hogy az egész hogy indult be egy ilyen önerősítő folyamat, azt a legnehezebb megtalálni. És erre lehet, hogy soha
lesz biztos válasz, mert ahhoz legalább időgyűjt kéne. Felvetettünk egy pár nyitott kérdést közben, ha bárki úgy érzi, hogy ezek közül szívesen hallgatta még bővebben valamiről, de addig új kérdéseket is nem tettem. Nekem az a kérdésem, hogy az élet az egy ilyen egyszerű, nem is ilyen kérdésem, hogy egyre ilyen komplexen lett, és ennek a komplexitásnak ennek van ilyen felső határa, hogy el lehet még valamit is komplexen. Szerintem ez nagyon nehéz kérdés, megint csak filozófia tulajdonképpen, amit itt elő fogunk adni. Tehát ugye rögtön az, hogy mi az élet, annak vannak mindenfajta exam definíciói, tehát azt gondoljuk, hogy exam is. Jó, exam nincs, sokfajta az élet definíció létezik. És hogy azt gondoljuk, hogy úgy együttesen tudjuk értelmezni, mi az az élet, de ugye az egyet, minden definíciónk tulajdonképpen jelenleg a földi élet definíciójára vonatkozik. Tehát, rögtön ugye az asztrobiológia alapkérdése, hogy való, hát nyilván az alapkérdés, hogy van-e élet, bárhol máshol rajtunk kívül a világegyetemben, de hát ugye itt rögtön az élet definíció is kérdés, hogy mi az, amit majd esetleg fel tudunk ismerni életként. Mert tehát ezek olyan dolgok, hogy valamennyire az általunk ismert világ, hogy mondjam, korlátozza azt a képzelet, azt az elképzelési mennyiséget, amit, vagy nem ez a jó szó, de talán értek, mire gondolok, hogy amit el tudunk képzelni erről a kérdésről. Hogy van-e felső határa? De, ki tudja. Nem kötelező. Biztos, hogy nem látunk semmit, ami kötelezővé tenni egy legyen. Igen, a komplexitást is definiálni kell, ahhoz, hogy a felső határa. Jó, hát ezt nem a legizgalmasabb kérdés ezen belül az, hogy az emberiségnek hogy csinálunk valami nagy gépi civilizációt magunkból, vagy nagyjából ugyanilyen lények leszünk hosszú ideig. Most ki tudja ezt? Hogyha még ehhez, tehát azt lehet látni, hogy az során időnként nőtt a komplexitás, így elbonyolultaktól kialakultak. Hogy ezen az úton lehetne tovább menni, ez kérdéses, mert mondjuk azt megnézzük, hogy sokféle faj egyedei ki tudnak alakítani mondjuk ilyen életközösségeket. De ahhoz, hogy az evolúció igazán fölpörögjön, ahhoz kell az a feltétel, hogy valamiféle egységként működjön az a rendszer, amire az evolúció hat, és hogy egységként tudja magát szaporítani. És ez az életközösségek általában nem igaz. Tehát azt a legtöbb evolúciós nem várná, hogy kialakuljon mondjuk egy ilyen egytarab, együtt élő, lélegző, bolygónyi ökoszisztéma, mint egy lény. A legtöbben nem bánnám. Viszont amit Géza mondott, az egy tök jó, mert itt van egy is nagy ismeretlen, hogy azt nem tudjuk, hogy az emberi technológia fejlődése azt tud-e összekapcsolni mostani egységeket egy nagyobb egységbe. És akkor jön mondjuk Elon Musk, bedobja Neural Lace-t, és össze lehet kapcsolni mondjuk sok ember agyát, hogy abból mi fog kisülni, azt a fene se tudja. De itt van egy potenciális esély, hogy följelődik. Bocsánat, volt a kérdés az előbb, és akkor utána. Ez ehhez hogy amikor ez az összetettség nő bizonyos vonalakon, hogy ennek mi lehetett a kezdete, tehát hogy miért kezd el nőni a komplexitás, amikor elvileg egységtű szintű élet is ugyanúgy lehetne minden életforma, hogy egységtű maradhatott volna. Tehát itt van-e valami elképzelés, hogy mi indította ezt el, és aztán miért húzta maga utána a többi ágat. Én úgy tudom, hogy talán a legvalószínűbb az, hogy a táplálkozás. Tehát egész egyszerűen ugye, amint megjelennek egy rendszerben a ragadozók, azok annak következtében egy olyan fegyverkezési verseny indul ki, ami egy komplexitás növelő folyamatnak lehet az egyik mutató rúgója. De... Több sejtőség egyszerűen. Tehát, hogy a több sejtőség felé mindenképpen ezt gondoljuk, ez a legvalószínűbb. Tehát ezt valamennyire mai rendszerekkel is tudjuk rekonstruálni. Hát a rekonstruálni ez egy erős dolog, de lehet látni ezt valamennyire, hogy nem az ilyen egysejtőeknél. Hogyha erős ragadozó nyomás van rajtuk, akkor előbb-utóbb van, akkor megjelennek, hogy együtt maradnak sejtek. Tehát aggregátumok lesznek, ez meg nem igazi sok sejtesség, de azt gondoljuk, hogy valamit elárul arról, hogy mi történhetett, amikor megjelent például a sok sejtőség. És amíg együtt maradnak a sejtek, akkor már elképzelhető, hogy érdemes lesz köztük valamilyen
munkamegosztásnak lenni ez. Vagy így van, vagy nem úgy van. Hogyha történetesen az a helyzet, hogy ahol származik a előny, hogy az egyik sejt táplálékot szerez, a másik osztódik, akkor elve lesz reakciós nyomás. Mindig valami nagyon kis lépésnek tud előnye lenni, vagy nincsen, és vannak helyzetek, amikor valamiféle kooperációnak előnye van. És akkor valami ilyesmi beindult, és erre nagyon nehéz valami általánosat mondani. Ott ez, igen, kívül, amiket itt mondtam. Tehát azért az ultimate válasz az a versengés, nem? Bármilyen természetű, akkor csak mondom, hogy persze, ebben neked teljesen. Hát csak, hogy ez nem hangzott el, szerintem szinten. De az a lényeg, hogy a versengésben a komplexitás úgy általában nem előny. Hát minél bonyolultabb a sejt, annál nehezebb őt reprodukálni. Tehát ez persze, tehát kellene valamilyen speciális helyzet, amitől valami bonyodalomnak előnye lesz. És akkor az a tanulom, például, hogy kialakul az emberi nyelv meg a kommunikáció, ez egy bizonyos helyzetben ebben válik, általában pedig nem kell, és nem történt. Tehát két dolog is kell versengésen, az egyik, hogy előtt jelentsen az a komplexebb dolog, a másik meg, hogy az evolúciónak legyen egy útja, hogy ezt a komplexebb dolgot véletlenül előtt találtani. Legalább egy részét kap elindult komplexitás irányába. És van ez könnyű, tehát hogyha mondjuk a fényképezés technikát fejlődésre gondolunk, évről évre egyre több megpixelt csúfolnak be azok a szenzorokban. Ez egy tök egyszerű út, kicsit javítani kell mindig a szenzorokat, kicsit kisebbre tenni, de mondjuk a kémiai filmre való fotózásra, amikor átálltunk az ilyen fényérzékenyű elektromos cellákra, az egy óriási ugrás. Ilyen ugrásokat az sokkal nehezebben csinál meg, mert az kell, hogy valamire jó legyen mondjuk az a fényérzékelő cella, amire a béna cella is jó, azt elkezdem kifejleszteni, és egyszer csak véletlen áll az evolúció, hogy jó az másra is. És akkor az egyik legnehezebb ugrás az életben, a történetében, azon túl, hogy a legelsősebb megjelni. Amikor baktériumokra átugrottunk a valódi sejtmagas szerveződési stádiumba, és az kb. Egy ekkora ugrást jelent. És éppen ezért valami nehéz megfejteni, hogy hogyan történt, tehát vannak ötleteim, de nehéz megfejteni, és ez látszik, hogy iszonyú sokat kellett felvárni. Tehát nagyon-nagyon kicsi esély volt, hogy pont így összejött, akkor az megnyitott új távlatokat az evolúció előtt, például afelé, hogy sokkal-sokkal komplikáltabb szerveződési testek ki tudjanak alakulni. A baktériumokról ilyen komplikált testek nem lehet mégis. Aminek több sejtek tudnak lenni, de ilyen komplikált, nem ilyen. Ez ugye az volt a kulcs ebben az ugrásban, csak hogy hozzátenik, hogy mindenki értse, hogy nem az, hogy megjelent a sejtmag, az egy tök jó dolog, de nyilván egyfajta komplikáltságot hoz a rendszerben, mert akkor ugye, hogyha máshol van az örökítő anyag, egy csomó fehérjének oda-vissza kell menni a sejtmagba, hanem inkább az volt a lényeg az egész evolúciós ugrásban, ami miatt lehetővé vált utána mindenféle komplexitás növekedés, hogy sokkal több energiát tudott egy ilyen sejt termelni. És tudtam, hogy bármit fogsz mondani, akkor ezzel foglalkoztatottak a harmad, az azt mondja, hogy no way, nem. Ez olyan rég volt, hogy nem tudjuk. Tehát van ez az egyik elmélet, és akkor van 28 másik egyik kollégának, így nekem találkozott az életével arra, hogy ezeket összegyűjtse. Tehát ez annyira rég volt, iszonylag is. Azért, hogy egyszer történik, ha sokszor megtörténik, akkor sokkal könnyebben gondolkodunk rajta. És aztán már az élet miben létéről is, hogyha egy közös eredeti élőre, amit látunk, sokkal nehezebben gondolkodunk majd általánosságban, mintha lenne itt 20 különböző. És akkor ez ilyen egyszer történik. Tehát nagyon nehéz, nagyon rég. Jött a következő. Jó, bocsánat. Neked volt még egy kérdése, nem? Szóval a sorban. Ugye mondtátok, hogy úgy már nem tudjuk menni a komplexitásunk. Nem tudjuk. Rakat szegény összeállni, és akkor ugye egy évig lesz, hogy lefelejük, hogy az embereknek ezt az ilyen kultúrális evolúciót, hogy nem tudom, hogy lefelezni ezt a következő szintnek, hogy ez így nem különbözik, és olyan hasonló, hát az ember sokkal bonyolultabb viselkedésre képes, mert hogy kell kőbaltát alkotni,
Én nem tudom, hogy ezt bele lehetne valahogy írni a genomba, de biztos, hogy nagyon-nagyon, ha valahogy lehet, ezt is valahogy nagyon-nagyon-nagyon lassan lehetne oda eljutni, ha viszont az ember beszél, meg látja a másikat, hogy ott csinálja a kőbaltát, és megbeszélik, és továbbadják, akkor generációról generációra tud fejlődni az a kőbalta. Ez is egyfajta szelekció, tehát különböző emberek különböző kőbaltát csinálnak, és az adódik kulturálisan tovább, az a verzió, ami legjobban beválik, aztán azon is kicsit módosítanak, és amit beválik, ez ugyanúgy egy szelekció, csak egy nagyon sokkal gyorsabb szelekció, és sokkal bonyolultabb dolgokat tud kiszelektálni, mondjuk csomó ember összebeszél, hogy hogyan kerítik be a elejtendő vadat. Ennek olyan, és ennek a módszere is fejlődhet idővel, és ez egy óriási nagy előny, aminek egy teljesen másfajta evolúciót elindít, és hát itt vagyunk egy ilyen épített valamiben, és itt beszélünk, és videóréteben, és hát a barátom fölvesz minket, és hát ez egy teljesen más evolúció. Megválaszoltuk a kérdésedet? Jó. Sokszor az ugrásokat azt hajtotta, hogy az információ tárolás módjában volt változás. Ez a prokarióta, a baktériumoktól a sejtmagasság lényegi, ott is az egyik ugrás, nagy ugrás, hogy hogyan kezelem a genetikai információt. És akkor itt meg ugye van egy nagy ugrás, hogy már nem csak azt nem tudja egyednek a fejében mi fér bele, hanem az egész sport fejében mi fér bele. Ezt kimutatták természeti népeknél, hogy a tárgyi kultúra népeknél komplexitása az összefügg az, hogy mekkora a csoport. Ha kisebb, akkor kevés a tudási része. Tehát adott esetben volt visszalép Tasmániával sokkal, ugye az a sziget Ausztrália mellett, hogy sokkal kevésbé volt fejlett a tárgyi kultúra, mert ott csak mit tudom én, pár ezer, pár tízezer ember tudott megélni, és akkor elfelejtődött a tudási része. Tehát azáltal, hogy mi tudunk átadni tudást, akkor ez eleve kinyílt plusz tárgyalási szint. Aztán egy óriási ugrás volt a könyvnyomtatás, vagy egyáltalán az írás, értjük az írással. Tehát onnantól sok generációnak a tudását egyszerre meg tudjuk őrizni és megtartani. Most meg akkor még lépegetünk szintet a digitális információ tárolással, de ez valóban önmagában egy óriási ugrás. És mi nem is kapcsolódó össze a nagyobot közvetlenül. Ugyanez a kapcsolódó kérdésem lenne nekem is, hogy amikor még általános iskolás voltam, akkor ilyen nagyon kategórikus állítások voltak, hogy az ember akkor azban különbözik az állatvilágtól. Eszközt használunk, tüzet használunk, beszél, vagy nyelvünk van, kultúránk van, és ha megnézzük, hogy az utóbbi időben milyen fejlemények vannak, amik egy kaledonév varjú, amit modellalkotásban, meg eszköz használatban előad, az tényleg elképesztő. A csimpánzoknak az emberi civilizációtól a távolságnak a függvényében gazdagabb vagy szegényesebb a saját kultúrája. Tüzet használó állatokat, eszköz használó állatokat látunk a természetben is, hogy van-e valami olyan pont az ember gondolkodása vagy kultúrájában, ahol azt mondhatjuk, hogy itt van egy minőségi ugrás, nem tudom, mondjuk a fogalmaknak a megjelenése, vagy lehet-e ilyet mondani, hogy ez olyan, ami az állatokban minőségileg alacsonyabb rendű és bennünk magasabb. Jó kérdés. Hát minden konkrét dolog olyan, hogy folyamatosan tud fejlődni, és a dolog lényege mindig az, hogy amikor összetalálkoznak dolgok, és akkor lehet egy olyan szituáció, ami fölgyorsítja a dolgokat. Lehet, hogy a beszéd kialakulása az egy ilyesmi volt, csak ezt nagyon nehéz tudni, mert hát most honnan tudjuk, hogy a valamelyik elődünk már beszélt egyetem, milyen szinten beszélt. Nyilván az is a egyszerű hangjelekből az, hogy alanyállítmányban beszélünk, az egy nagy lépés lehet, de ez csak spekuláció. Az egy vita tárgya,
hogy 40-50 ezer évvel ezelőtt történhetett egy komoly kulturális váltás, ahonnan kezdve az emberek eltemetik a halottaikat, rajzolnak a barlangra, és mondjuk szebbre megcsinálják ezt a kődarabot, mint ami kellene, és akkor talán ez valami ugrás, de másoknak meg az, hogy ez igazából is, mert minden részben folytonosan fejlődött, nagyon nehéz ezeket tudni. Én azt mondom, igen, tehát, hogy és főleg ugye nehéz pont ugye ebből kiindulva, ami ahol a kérdés is elindult, tehát hogy a más gondoltunk nagyon, mondjuk 20 éve előtt, hogy mitől speciális az ember, és hogy több ilyen részről kiderült, hogy hát nem lett az, amelyik másik fajban is meg lehet annak a példát találni. Az ilyen szimbolikus jelek használat ennek a kultúrának ezen a szintű megjelenésén túl valószínűleg egy kombinációja bizonyos dolgoknak az, ami jellemző az ember. Szóval igen, egy kaladóniai varjú bizonyos dolgokat fog csinálni, de egy csomó más mindent pedig meg. Tehát, hogyha így elkezdjük a Venn diagramokon elvázolni, mi az, amit speciálisnak gondolunk az ember esetében, akkor valószínűleg van egy olyan kombináció, aminek a metszete egy. Ugye ennek a fajunk történetéből következik, hogy nem lehet határt húzni. Hát ebben biztosan lehetünk, hogy nem lehet határt húzni, mert elég sokáig megyünk vissza, akkor az ősünk mondjuk egy csimpánznál nem okosabb majom volt. És hát ez vezetett idáig, tehát tuti biztos, hogy éles határt nem tudunk húzni sehol, nem volt egyszerű hirtelen ugrás. Inkább ez még egy olyan érdekes kérdés lett fel, hogy miért ekkora hiány most. Tehát hogy lehet az, hogy a második helyzet csimpánz, az ennyivel le van maradva tőlünk, és akkor ott az egyik ilyen szomorú gondolat, hogy azért, mert amikor elindultunk ebbe az irányba, hogy bizonyos életmódnál jobb ez az okosság, akkor annak az életmódnak az egyik része volt, hogy a csoportok egymással betélkednek, és az okosok az bizony kevésbé okosat leradírozza az evolúció színpadáról. Tehát konkrétan, amikor már elkezdtek ilyen okosodó emberfélék kialakulni, akkor egy időben még elég sok faj élt egymással párhuzamosan. Aztán pedig ritkultak, és valószínűleg hát őseink hatékonyan és derekasan kiirtották a kevésbé sikeres, kevésbé okos leszármazásnak adott csimpánzokat. Már nem volt értelme, az annyira messze van, az nem közvetlen versenytárs, de aki elindult ezen az úton, ott mindig a legjobb, a többit az eltüntette. És akkor így kialakult egy óriási nagyjuk. De éppen az érdekes, hogy ugye ebben is volt egy változás, hogy nagyon sokáig azt mondták, hogy a neandervölgyekkel nem hibridizálhattunk, mert ez két különböző faj volt, és az utóbbi pár évtizednek az eredménye az, hogy hát a neandervölgyek jeniszóai, meg még Afrikában valamilyen újabb emberfaj, amit azt sem tudjuk, hogy micsoda, de megvannak a nyomai, tehát hogy gyakorlatilag 4-5 emberfajból, vagy emberfajtából áll gyakorlatilag a Homo sapiens. Ez nem mond igazán ellentmondott, amit a Viktor mondott, az, hogy ők beolvadtak, az is egy fogja a tírozásnak. Hát itt ugye azt azért, igen, tehát hogy itt voltak szerencsés, hiszen mai szempontunkból szerencsés dolgok, tehát hogy ugye mire megjelenik tulajdonképpen Európában a modern ember, addigra a jégkorszak után eléggé, hogy mondjam, nem legjobb állapotban vannak az itt élő neandervölgyi populációk. Tehát ugye két nagyobb refugium van, az egyik a Balkánon, a másik meg valahol az Ibériai félszigeten, Gibraltár környékén, de ott ugye nagyon sok időt eltöltenek ezek, valószínűleg elég belterjes szaporodása van, csak lehetőség, úgyhogy ilyen genetikai szempontból nincsenek is nagyon sokan, meg valószínűleg nem is a legfittebbek ezek a populációk, úgyhogy ilyen szempontból elképzelhető, hogy tényleg minden erőszak nélkül egyszerűen gyorsan be tudja olvasztani őket az újonnan megérkező, még igazából a világot éppen csak felfedező Homo sapiens. De hát ugye ott van például a Hobbit, amiről azt gondoljuk, hogy azért ugye ő egy teljesen vakvágány, vagy legalábbis arra nincs sok genetikai. Mondd el, hogy nincs oda. Igen, a Flores, bocsánat, tehát amit Hobbitnak nevezünk, az a Flores, indonéziai Flores szigetén egy nagyon-nagyon alacsony kis hát ember faj, ezt ugye valószínűleg őt jogosan nevezhetjük külön fajnak, aminek a csontjait meg lehet találni, de hát
nem sokat tudunk róla. Azon kívül, hogy ugye a Flores szigetén általában azok az emlősök, akik oda szorultak, az egy ilyen sziget hatás miatt mind kicsik lettek, és így ez valószínűleg ez igaz volt a Humbitra is. Elméleti síkon valószínűleg lehetett volna esélye annak, hogy legyen valami hibridizáció ott is, mert amikor megérkezik a modern ember, úgy gondoljuk, hogy átfed, nagy rövid ideig átfed ennek a Hobbitnak a létezésével, de végül ő nem, tehát neki nem jön össze, tehát hogy... Nem mondja, hogy egészség igaztató szerintem. Tiszta kényegyítben. Egy picit, tehát ha belegondolsz, valószínűleg több neandervölgyi DNS, vagy neandervölgyi eredeti DNS van ma a világon, mint a neandervölgyek fénykorában, paradox módon. De... Szerintem a semmi igaztató. Ugye a mi genomoknak az 1/5%-a az neandervölgyi, megnyitom a társaságot, akkor úgy házolnak, stíván, mert az európai népekre igaz. Nem afrikai. Egyébként amióta genetikai elemzések vannak azóta, az, hogy közelrokon fajok között valamennyi géncsere azért van, ez nem minősül már nagy számnak. Szóval ez elég természetes, tehát a reproduktív izoláció ez nem valami abszolút. Egymással nagyon hasonlító fajok között előfordul. És ilyenek jönnek meg. Persze csak elég közeli rokonok között ezt hozzá kell tenni. Itt volt egy kérdés közben, hogyha nem akar senki hozzáfűzni. Hát ugye már az a kérdés, hogy vannak leszármazási vonalak, ahol óriási sokféleség van, például a zárolt termőknél, de vannak olyanok, ahol mondjuk nem volt akkora változás, például a moháknál. És hogy tudunk arról valamit, hogy ennek milyen genetikai, hát hogy nem erősi csoport. Jól lehet, hogy volt változás a marakban is. Nagyon változtosak. Tehát, hogy akkor inkább úgy gondolom, hogy az ősi formák és a mai élő formák között nincsen akkora morfológiai szakadék. Mondjuk egy mohánál, mint egy zárolt termőnél, ami egy nyitva termőknek egy ága. Tehát, hogy nem tudom, hogy genetikailag lehet-e vizsgálni, hogy melyik csoporton fölkészülve jobban az innovációra, és ilyen a genetikai hátterre. Ezek mind nagyon jó kérdések. Tehát olyan, hogy stázis genetikai szinten biztos nincs. Tehát meglepő módon mojtosúszós halaknak a genomját, ha nézzük, az eléggé aktívan evolválódott, vagy belőlekik a hidrákat, amik azt mondták, hogy valamilyen ősinek gondolt formát képviselnek. Tehát, hogy hát igen, tehát hogy a genomjuk változik, hogy úgymond miért nem innoválódnak. Hát nyilván a válasz egy része az lehet, hogy az a nis, amit betöltenek, ahhoz elég jók, és nincs veszélyben az a nis. Tehát azt a nis nem akarják nagyon őket kitúrni onnan. De most azért nem olyan sem biztos benne, hogy ez egyetlen jó válasz. Fogadalmazni ez a jó, tehát megfogadja a másik oldalon is, hogy akkor azt nézzük, hogy egy csoport sikeres lesz. Hát valamit föltartott. Ami ugye az evolúció véletlenül dolgozik, mindig itt tapogatózik itt ott, és néha egy csoport valami aranypányába tegye el, és akkor abból kialakul egy csomó leszámolási vonal, amik egy bizonyos fajta életmódokat, lehetőségeket elfoglalnak. De nem tudnak mindent általában, hanem marad egy pár dolog, amit a korábbi csoport annyira jól csinált, hogy ez az új nem tud oda benyúlni. És az annyira jól csinál, na ez az, ami meg tud maradni így élő kövületként, úgymond, ami azt jelenti, hogy még maguk között még versengenek tovább is. Nem áll meg az evolúció, de nagyjából azt az életmódot, azt az alapszabást megtartják. És akkor itt megint a Máté első gondolata, hogy minden mai időfaj sikeres, hiszen egész a kezdetektől idáig töretlen, folytonos a leszármazási vonalat. Tehát mondjuk a baktériumok, legősebb élőlények, azok tudnak valamit, amit mindenhetett. Nem pusztult ki az össze egy baktérium attól, hogy megjelentek a sejtlakos élőlények, hanem van egy csomó minden baktérium, hogy most is ők tudnak a legjobban nagyon gyorsan szaporodni, nagyon gyorsan megtalálni egy új táplálék forrást, hogy akár egy ilyen nagy döszve, bőrrel, kukolt, jó kis tápanyag forrást felhasználni. Tehát van, amit ők még most is jobban tudnak, és akkor velük nem közvetlenül versenyünk, hanem ott akkor továbbra is ők egymás között, de az életforma, az megmarad. Én is hozzátennék azt, hogy nem tud levetkezni az élet létrája a című elképzelésünket. Tehát
minden egyes törzsvát úgy fogunk felrajzolni, hogy az általunk ma a legfejlettebbnek tekintett, az legyen mindig ugye a jobb a következő sor. Azért, amikor bámulunk ilyen törzsvával, akkor néha nem az igaz, hogy a legkésőbbi leágazásból lesz valami nagyon-nagy innováció. Ha belegondolunk saját primatákra, mi nem túl bonyolult emlős oldalák vagyunk, aki most speciálta legjobb érzi magát. Tehát mi nagyon korai leágazások, most persze emlősödőben azok a részek, amikor nem kenguruk, de azok, amelyek mi nem vagyunk egy nagyon bonyolult. Tehát akkor az ebben az, hogy a legsikeresebbek azok valahol a patások, mert az mint egyik végág az emlősödőben, de nem. Sőt, maga az emlősök is igazából a hüllőknek egy korai leágazás, és mondjuk a végpont az nagyjából a madarat. Még tényleg ügyvényezni, de hogy egyszerűen ez a felrajzolási kérdés, hogy minden egyes ilyen villás rákozást, most így is felrajzoltuk, meg így is felrajzoltuk, hogy ugyanaz lesz a végeredménye, csak mindig úgy szoktuk, hogy persze a vége felé legyen a és alap ez igazad, hogy a mohákból lehet, hogy sokkal kevesebb van, mint egy zárva termő, ma éppen, mint egy zárva termőből, tehát ott is meg kell nézni, hogy a zárva termőben belül biztos, hogy a legkésőbb leágazók éppen a legjobb. Fargazom magam is sem, oda itt találni tudna válsz. De hozzá a fűfélét a legbeznek abban, úgyhogy... Egyébként az hát, a genetikai része, amíg visszatérjek, az egy nagyon érdekes dolog, hogyha csak a genomokat kezdjük el nézni, hogy megpróbáljuk rekonstruálni, hogy mondjuk ilyen közös ősök genomjai hogy néznek ki és onnan hova kerültünk, a mi genomunk is kifejezetten undalmas. Tehát, hogy ez teljesen meglepő, de például vannak kifejezetten olyan eukarióta jellegek a mi genomunkban, amelyek a nagyon ősiek, de mondjuk egy muskicában elvesződtek már. Tehát, hogy az ő genomja valami olyan nyomás alatt, evolúciós nyomás alatt volt, ami miatt gyorsabban kellett evolválódjon. Ezek megint nem triviális dolgok, és ugye ezek tényleg az elmúlt 15 évben estek ki, amikor elkezdtek a genomszekvenciák megszaporodni. Valóban egymás mellé tudtunk tenni nagyon sok különböző fajnak a genomszekvenciáját, és olyan jellegek, amikre akkor még csak az emberi genom, meg még egy-kettő másik volt, azt gondoltuk, hogy mivel az emberi genomban van a többiben pedig nincs, akkor biztos, hogy ez egy valamilyen frissen megjelent a mi komplexitásunkat, a mi különlegességünket lehetővé tevő genomi innováció volt. Na, elkezdtünk ugye, mit tudom én, mélytengeri gyűrűsvérgeket és más dolgokat is megszekvenálni, és kiderült, hogy nem. Hanem az, hogy nem láttuk a muskicában, az azért volt nem benne elvesződött, és igazából bennünk megöröködik. Tehát teljesen döbbenetes módon. Ugye még mindig vannak úgynevezett szintetikus régióknak nevezünk olyan régiókat, hogy ugyanolyan génsorrend van, mondjuk a kromoszómák egy darabján, és mondjuk egy hidra és egy ember, vagy egy legyen között fel lehet fedezni ilyen szintetikus régiókat, ami szerintem már majdnem a felfoghatatlan kategória, de tényleg, tehát egy ennyire ősi dolgokat is megtalálunk a mi genomunkban. És akkor azt kell érteni, hogy mi magunkról azt gondoljuk, hogy ez valami nagyon-nagyon innovatív evolúció volt, de ez nem azt jelenti, hogy az egész genomunk valahogy nagyon gyorsan fejlődött, semmi ilyesmi nincs. Vagy valószínűleg a genomunknak egy nagyon kis része az, ami a nagyobb vadkoponyát, a beszédet, nem tudom én mi a társas kapcsolatok elfogadását okozza. Ez egy nagyon kis, tehát a nagyon kis, kevés kis része a genomnak történetesen valahogy bekapcsolt egy ilyen nagyon innovatív folyamat. És akkor ez történetesen így esik, és ennyire esetleges ez a korrupció, ez a hülyeszkép. De olyan is van, hogy meg a mechanizmus is számít tényleg, tehát az átugrás, hogy baktériumokról, ahol is egy tagost ugye fel, hogy ténylegesen megírt a masinériának a lehetősége arra, hogy evolúció bizonyos utakat megtaláljon, és ugyanilyen nem ugyanilyen ekkor, de szintén nagy ugrás lehetett a gerinceknek közös ősében. Tehát a gerinceket adott iszonyatosan sikeres csoportnak, és valószínűleg bizonyos dolgok, hogy általánosságban jobban tudunk, rugalmasabb a fejlődés, mint az őseinké voltak, könnyebben megtaláltunk ilyen bonyolultabb szerveződési formát. Kérdésem lenne a beltenyészettel, tenyészes populációkkal kapcsolatban, hogy én azt olvastam, hogy ha a betegséget okozó recesszív gének összekerülnek, akkor az betegséget okoz,
és hogy ez baj. Az nem jött fel bennem, hogy ha ezt mégis sokáig folytatják, akkor ezek kiszűrőd, kiszelektálódhatnak-e ezek a recesszív gének. Tehát elképzelhető-e egy olyan kifejezetten erre szelektált populáció, ami nagyon jól tűri a beltenyészetet? Ilyenek léteznek. Tehát vannak modellállatok, a genetika modellállatok, ahol ezt megcsinálták. Tehát először sokan meghallnak. Igen, drozofilában ezt végigjátszották, még annak idején Thomas Hunt Morgan laborjában, tehát 200 évvel ezelőtt, és most X-szák esetében, bocsánat. Hogy tényleg, tehát rámennek erre. Ugye az is... Egyszer most lépszem. Tehát ugye az már eleve egy érdekes kérdés volt, mert a korán még az sem volt triviális, hogy a természetes populációk tele vannak recesszív mutációkkal. Tehát ez egy fontos felismerés volt, ami a múlt század 20-as, 30-as évei táján keretkezett. És hogy... De ott meg tudták csinálni. Nem minden faj vagyunk erre képesek egyébként. Most ugye emberben nem kísérleteztek ilyen szinten, de hogy egerekben is elég jól beltenyésztett törzsek vannak, de például vannak olyan halfajok, amelyek hiába fontos modellorganizmusok, hogy nem lehet ezt megcsinálni. Tehát ilyen igazán nagyon-nagyon beltenyésztett populációt nem lehet létrehozni. Ugye ezeknek van egy előnye, jó, mert hogy mindenkinek van egyforma, nem is klónja a másiknak, de azért eléggé egyforma, úgyhogy a kísérlet szempontjából minimalizálni tudom azt, hogy mennyi az a való hátsó tényező, de ugyanakkor pont azért, mert hogy a valóság, az meg soha nem ennyire homogén, ezért nagyon gyakran ugye belefutunk abba, hogy egyik kísérleti populációban egy kísérlet adott módon megy le, de megpróbálja valaki más megcsinálni, akinek egy picit másfajta egerei vannak, vagy ő direkt kikeresztezi azokat az egereket, vagy muskicákat, és mi nem jön ki a kísérlet. Mert hogy kiderül, hogy hát ez a gén, ez ugye nem egy légüles térben egyedül csinál valamit, hanem egy borzasztó komplikált génhálózat részeként, és az a hálózat abban a másik fajban egy picit más, vagy másik populációban, bocsánat, másképp van húzalozva, és ezért a hatása, hogyha kiveszem ezt, amit elrontam, akkor nem ugyanaz lesz. Hát hogyha ha mondjuk nem halálos a kombinációt, a recesszív kombináció nem halálos, csak valamit ront, hát gondolom, hogy akkor is kiszűrődhet. Kiszűrődhet, de tehát, hogy ha valóban hozza azt a fenotípust az adott genetikai háttérben. Ezt azért próbálom ennyiszer hangsúlyozni, mert például is egy ilyen nagyon érdekes és teljesen meglepő eredmény volt, hogy izlandi genomikai adatokat elemezve, tehát ők egy sziget eleve kevesen lennének rajta, de nagyon korán rárepültek arra, hogy nagyon részletes genetikai adatbázist építsenek mindenkiről, és hát nem tudom, most már 3-4 évvel ezelőtt, amikor egy ilyen nagyobb populációt feldolgozó tanulmány megjelent, akkor abban a legérdekesebb dolog az volt, hogy rengeteg olyan recesszív kombinációt találnak, amire azt mondaná egy orvos, hogy ez a személy ez nem létezhet. Tehát, hogy neki valami olyan mutáció kombinációja van, ami nem kompatibilis az élete, és valójában hát ugye ő teljesen normális életet él, csak a genetikai anyaga le van adva ennek a cégnek, tehát egy ilyen félig állami, félig cég tulajdonban vannak ezek a genetikai dolgok, és nem is tudott arról, hogy ő ugye egy ilyen különleges mutáns X-Men-ként éri az életét. Hát valami helyettesíti. Valahogy, ugye hát mondom, tehát nem a légüres térben volt, úgyhogy valami cserében nyilván úgy változott, hogy ennek a génnek a hibáját kompenzálni tudta. Tehát eléggé robusztusak ezek a különböző folyamatok, a biológiai folyamatoknak és hálózatoknak a robusztussága az egyik nagyon alapvető tulajdonsága, amit igazából még csak kapirgáljuk a felszínt, hogy megértsük, és hát ezzel még majd nagyon sokat fognak. De Izland azért túl nagy ahhoz, hogy a növegtenyészetről beszélünk, vagy technikai. Hát Izland nem olyan nagy, mert hogy ott Izlandon létezik egy ilyen, és most ezt nem találom, ott konkrétan létezik egy applikáció, amit mindenki letölthet, hogyha elmegy este kocsmázni, és valakivel megismerkedik, akkor megtudja, hogy nem az első vagy második unokatestvére az az illető. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez már a beltenyésztés egy szintje. Ez egy állítás probléma, ez nem szűnt meg. Igen, tehát figyelnek rá, tehát nem mindenki lesz. Igen. De egyébként a beltenyésztés az se egy ilyen, vagy van, vagy nincs, hanem ennek is vannak fokozatai. Szóval Izland valamennyire beltenyésztet. Hát például azért érdekes ez a kérdés, hogy ha az emberek el akarnak költözni a Földről, akkor hány embernek kell költözni?
diverznek ki, de viszont nem fog menni lelki lehet. Tehát mindenki a minimum? 100 000? Hát ugye a klasszikus nézet szerint, ami az emberiségnek... tehát ez egy tök érdekes dolog, hogy sokkal több ember van, mint csimpánz, nyilván. De ha összességében nézzük a csimpánzoknak a genetikai varianciáját, az meg sokkal nagyobb, mint az embereké. Ez azért van, mert azt gondoljuk, hogy volt az emberi evolúcióban egy pont, ahol körülbelül, tehát durván 1000-2000 főre csökkentett az effektív populációja az emberiségnek. De az elég volt. De az elég volt, az úgy tűnik, hogy elég volt, mert hát végül is itt vagyunk most, és utána milyen sikeresek lettünk. Úgyhogy ez például egyfajta szám adat. De hát, hol most nyilván, hogy mennyi a realitás annak, hogy elhagyjuk a Földet, valószínűleg a biológián nem túl alkalmas arra, hogy hosszabb időt az űrben töltsünk, erre azért számos jele van. Hát nem, egyszerűen annyira megnőtt majd a mutagén ráta, a mutagénizáló ráta a sugárzás következtében, hogy... Hát szépen mondtad, a számos jele van. Igen. Úgyhogy... meg persze nyilván elpihet az a pillanat, amikor a kényszerek mégis elkényszerítenek innen minket. Reméljük addig a technológia olyan szintén vagyunk, hogy ezeket a... hogy is mondjam... árnyékoló tényezőket valamennyire ki tudjuk küszöbölni. Tudja, még nem jön el ez a pont, hogy kicsit vissza fogja. Annyira gyorsan eljön, hogy akkor már nem is kell gondolkodni semmit. Szerintem utolsó vagy utolsó két kérdés azért kezdtük. Rájön. De nem biztos, hogy egy órán már többet bárki ott tud figyelni. Én nem szoktam. Nekem minden kettő, de én nem tudom. Jó, jó, persze. Csállítja, itt van egy kérdés. Hogy elég gyakran előkerül egy ilyen vita, hogy amikor lecsökken a halálozás, például az emberek között, de másik fajoknál is, akkor a kiválasztódás az gyengül, vagy erősödik. Ugye az egyik erről az azt szokott lenni, hogy ugye mivel mindenki túlél, ezért elkezdenek felülön lenni a mindenféle kicsit káros mutációk, és igazából semmi nem dobja ki őket, semmi szövetelje ki őket. A másik érv az meg az szokott lenni, hogy amikor nagyon nagy a túlélési arány, akkor az a kevés kiválasztódás, tehát az a kevés különbség, ami a születéskor várható gyerek számban van, annak a nagy része az van genetikai, mint ahogy most már véletlenül nem van bele egy járványban, nem van bele egy nagy éhítségben. Tehát igazából ami különbségek vannak az embereknek a fitnessze között, az majdnem mind genetikai. Hát ugye a nagy része a kiválasztódás nem a születés előtt történik. És hogy vagyok tényleg meg jövőség után, hogy lehetsz is hát én azt hiszem, hogy igazából nem az történik, hogy megszűnik a szelekció, hanem másra lesz a szelekció. Tehát, hogyha ilyen vagy olyan testi hiba ma már nem akadályozza azt, hogy valaki normális életet éljen és gyerekei lesznek, akkor arra a dologra megszűnik a szelekció. De hát most sem arról van szó, hogy mindenkinek pontosan ugyanannyi gyerek. Van. Lehet, hogy nem ott van a előszelekció, hogy egy nagyon sok gyerek meghal korán, de valami különbségek lesznek, és valami különbség biztos van, és akkor arra folyik a szelekció. Különösen, hogy hát most ez egy nagyon kivételes dolog, hogy ilyen gyorsan nő az emberiség létszáma. Általában egy faj létszáma nem tud valamilyen határ fölé nőni, és abban a pillanatban az a helyzet, hogy nem tud több utód elérni a szaporodó képes korba, mint amennyi éppen föntartja a populációt. És akkor, hogy ez pontosan milyen tulajdonsággal szelektál, az függ a viszonyoktól, és ez nagyon meg tud változni, de nincs olyan, hogy nincsen szelekció. Aznak, hogy erősebb vagy gyengébb, az esetről esetre is változhatnak. Nem annak függ, hogy most a halálozás vagy a mortalitás az kicsi vagy nem. Igen, tehát ez nem így függ össze, hogyha az, hogy pontosan melyik tényező a utódok száma, a fiatalkori halálozása,
idősebb korban lévő halálozás, vagy micsoda, az nagyon változhat a körülményektől. Köszönöm. Igen. Nehéz a kérdés, én csak azt gondolom, tehát ugye elmondtad, hogy a szelekció egy része az, hogy születés előtt zajlik, ez a fajta szelekció nyilván nem fog lecsökkenni. Tehát az, hogy vannak olyan mutációk, amelyek nem kompatibilisek az ember kifejlődésével, az megmarad. De ugye az egyik legdurvább adat, hogy a megtermékenyített emberi zigóták 80%-a soha nem születik meg. Mert valahogy annyira törékeny az emberi genom, hogy ezek nagyon nagy része már az implantációig sem fog eljutni. Hát, Nehéz azért, ugye, mert nyilván, hogy mit mivel alas, de igen, tehát mindenképpen egy elképesztően nagy szám. Tehát sokkal nagyobb, mint hogy az utca emberét megkérdeznénk, hogy mit gondol, hogy ez mindenkor arra lehet. És hogy ez egy ilyen biológiailag természetes folyamat, de valószínűleg azért a mi fajunkban valahogy különösen erős. Tehát én nem ismerem most a pontos számokat, egerek esetében például, ugye, hogy egy másik emberes mondjam, de azért nem ennyire brutális, én azt gyanítom. Engem Richard Dawkins az önző génben nagyon meggyőzött arról, hogy ez hogy csoportszelekció az egy hülyeség. Viszont olyanok, akik értenek hozzá, az utóbbi időben hallottam, hogy beszélnek csoportszelekcióról, és akkor most nem értem, hogy most miért beszélnek róla, hogy hülyeség. Azt értjük, hogy Dawkins mit tudta meggyőzni. Dawkins nagyon meggyőzött. Most ehhez azt kell tudni, hogy volt valaha egy nagyon naív rossz elképzelés a csoportszelekcióról. Például miért van az, hogy a sasnak olyan kevés tojást tesz, amikor nyilván többet is tud. Miért van ez? Gondolták, hogy igen, de akkor túlszaporodnának, és ez nem lenne jó a csoportnak. Ez nem tud működni, hiszen a csoporton belül, akinek több utódja van, annak előnye van, és a csoport ezt nem tudja kontrollálni. Azt nem látjuk, hogy a fajok rendszeresen elromlanak attól, hogy elszaporodnak benne az önzők, és akkor a csoport eltűnik. Ilyen nincsen. A sasmadának nem ezért van kevés tojása, hanem azért van kevés tojása, mert ha adott az, hogy ő táplálék korlátozottsága miatt egy ponton túl nem tudnak többen lenni, ha végső soron egy saspárnak csak két utóda lehet, aki megéri a felnőtt kort, akkor lehet, hogy jobban megéri eleve csak kevés tojást tenni. Vagy a három tojásból nem lesz egy. Igen, hát ez a válaszos, hogy igen. Tehát azt mondom, hogy a felnövő fiókák számát nem biztos, hogy azzal lehet növelni, hogy sok tojást rakok le. Lehet, hogy kevesebbet, de azt jobban tudom gondozni. Ilyenek vannak, és ezek helyett rossz megoldást azt mondani, hogy azért raknak kevés tojást, hogy nehogy a csoportnak rossz legyen. Na most ez a fajta naív gondolkodás a csoportszelekcióval vezetett oda, hogy elkezdték a hozzáért emberek azt mondani, hogy ez pedig marhaság. Na most ez nem azt jelenti, hogy a csoport együttműködésnek nem lehetne olyan előnye, ami miatt, amelyik csoport ezt csinálja, az egy előny a másik csoporthoz képest, és ilyen értelemben tud lenni csoport szerint. Valami ilyesmi. Tehát nem arról van szó, hogy a csoportszelekció valahogy fölülírja az egyéni szelekciót. Ekkor látnánk azt, hogy minden fajnak az a sorsa, hogy előbb-utóbb a csoport tönkre megy azért, mert az egyéni szelekció. Hát mégiscsak a gén az evolúció egysége. Persze, igen, de a gén ugye azon keresztül szaporodik, hogy az egyén szaporodik, hogyha az egyén
jobban szaporodik, hogyha a csoport jól működik, akkor végül is a gének szintjén is elővesz a csoport szintű elő. De nem az egyéni szelekcióval szemben. És akkor azt lehet modellázni, hogy a kettőnek a versengése hogy alakul. Ez a képet tudok elmondani. Nem zárja ki egymást, hogy a gén szinten is zajlik szelekció, az egyén szinten is, a csoport szinten is. Ezek mind megvalósulhatnak egyszerre is. Ez az egyfajta gondolat, hogy ezek kizárják egymást. De az... Én nem gondolom. És még van egy kérdése? Igen, a National Geographic-ra olvastam, aztán vezett ebben a hónapban, hogy nincsenek emberi rasszok, pedig hát nyilván vannak izolált populációk, és nyilván ha ránézünk egy nem is tudom milyen populációra, akkor a szakértők meg tudják mondani, hogy ez az illető abban a populációban van. Testmagasság, oxigén, hiányzírás, csomó minden más, ami... Tehát mégiscsak vannak ilyen izolált populációk, de persze nyilván az ego az ilyen politikailag érzékeny kérdés, és akkor ha azt mondom, hogy a koreaiak okosabbak, mint az európaiak, akkor rasszista vagyok. Szerintem ott kezdődik össze a kérdés, és rögtön ettől nehéz ez a vita, hogy amikor azt mondjuk, hogy rasszok, akkor nagyon sok ember nagyon sok mindent ér. Tehát, hogy biológiai értelemben azt a fajta rassz definíciót, amit mondjuk a 17. század közepétől kezdve már biztos sokan használtak, azt nem tudjuk értelmezni. Ettől természetesen vannak rasszok, mert ugye ez a kulturális dolog, ez olyan mélyen gyökerezik már a társadalomban, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Tehát van ez a szó, amihez van egy jelentés, egy kulturális jelentés is passzintva, tehát hogy ilyen szempontból természetesen... Én nem kultúráról beszélünk. Értem, csak odaér, csak azért mondom, hogy ugye ettől nehéz nagyon gyakran ezt a vitát lefolytatni. Most a másik dolog az, hogy ugye vannak populációk, ezek nem izolált populációk, tehát hogy ugye ez egy borzasztó nagy kontinuum van, és ez genetikailag látjuk. Tehát attól, hogy foghatjuk az emberi, teljes emberiséget, és azt mondjuk, hogy vannak ilyen programok, hogy akkor struktúráltan akarom látni, hogy a genetikai, itt vannak a genomok, mondjuk kellően lepedünk minden kontinenst, és hogy ezek alapján, ezeknek a változatossági alapján lehet-e mondjuk 5 nagy populációt írni? Lehet. De lehet 7-et, lehet 8-at, lehet 12-t, lehet 24-et is írni. Tehát ugye ezt a program, ugye nagyon gyakran ezek kerülnek elő, hogy lám, itt van egy program, visszaadta ugyanazt, amit mondtuk. Ráadásul maguk a hány rassz van, az a definíció is borzasztóan különböző, hogyha megnézzük már a korai irodalomban is nagyon. Vagy úgy, tehát tulajdonképpen mindenkinek igaza volt, és mégsem volt senkinek sem igaza, mert hogy ez a fajta izoláltság, amit feltételezett ez a korai rassz fogalom, az azért nem jellemző. Tehát eléggé, mondom, hogy komolyan. Szóval a teljes tagadás, az nem egy racionális. Nem, tehát hogy ezek a populációk, tehát lehet definiálni mindig egy populációt, és akkor azt mondjuk, hogy ez valamiképpen fog különbözni egy földrajzilag máshol érő populációtól. Ezt meg tudjuk csinálni, de azt látni kell, hogy a két populáció határán ott egy kontinuum lesz. Tehát hogy ez nem egy olyan bimodális eloszlás, hogy itt a közepén nincs senki, hanem ez egy ilyen kontinuum van. Most az IQ kérdése, az tényleg egy nehéz kérdés, de leginkább azért, mert exaktul, hogy mit mérünk, az mindmáig egy vitatott dolog. Tehát, hogy az IQ-tesztek mit mérnek, az IQ-teszteket hogyan állítsuk össze, ez jó-e, nem jó-e, stb. Erről nincs konszenzus egész egyszerűen. És ugye ez egy nehéz kérdés, hogy most azzal megmértem-e valamit. Az a valami, amit megmértem, az egy szociális dolog, egy kulturális dolog, egy genetikai dolog. Ezekről nincs, hogy mondjam, tehát hogy ezeket nincsenek lezongorázva jelenleg, ezekről nem tudunk teljesen valamit mondani, tehát hogy mondjam, nem lehet azt mondani, tehát biztos, hogyha beledefiniáljuk valahol a kimchi készítést a kultúrába, akkor tényleg azért koreaiak rohadt jól fognak kijönni, mert ők biztos jobban benne nem jönnek. De ezt olyan úgy kéne csinálni, hogy kiveszel mondjuk egy árvágyereket onnan született, és egész máshol nevelett. Igen. És akkor utána kell
az intelligencia... Oké, tehát a... Hogy ennek tervezik is kicsit. Vannak olyan
Tehát az ő egyáltalán hogy változik meg a DNS-nek a metilációja, hogy kapcsolódik a gének, milyen hatásokra, hogy erről van az elmélet. A másik, hogy ez igazából az, hogy mondjuk egy petesejtbe vagy egy spermiumba is megtalálható az epigenetikai változás, ami a testi sejtekben az egy véletlen, vagy pedig az egy direkt, tehát hogy a testi sejtekben valami megváltoztatja a metilációt, és ez átterjed a szaporító sejtekre is, vagy pedig van valami olyan effektus, ami kifejezetten a spermiumba vagy a betesejtben változtatja meg. Mondjuk, hogy egy éhínség során megváltozik a metiláció, és az tovább adódik a gyerekekbe, vagy akár az unokákba is. A rövid válasz az a fogalmi sincs. A hosszabb válasz az olyan sem, hogy, tehát, hogy azt tudjuk, hogy a megyzelás mintázat az változni a kell, egy tisztességes, egy többségtűben minden sejt, minden különböző sejtépüket másnak kellene a metilációi mintázata. Ez egyben azt is jelenti, hogy az igazságban is van egy sajátos metilációs mintázat, ami az igazságban jellemző. Az, hogy egy bármilyen más hatás ebbe beleindulja, az egyrészt, hogy persze mondhatom Katus, hogy nem gondol, hogy nincs ilyen, de akkor meg a rengeteg kicsit tagasztott, hogy mégiscsak van, az vagy valahogy ennek ellen van. Nem tudjuk különben, hogy ez mindig úgy van, hogy egy medvilációsági mintázat megmarad az ivarsejtekben, tovább adódik is, ott is megmarad, vagy úgy van, hogy igazából törlődik az ivarsejtből, de valami egészen fura oknál fogva újraíródik egy másik testi sejtben. Tehát simán lehet az, hogy olyan helyen metilálódik, amikor egy olyan ezmet fog kódolni, ami a metilálja teljesen máshol. Ez a kucs, hogy néha nem találjuk meg a metilálcsaj változást magában az ivarsejtben, de tényleg van közel két dolgoknak. Jó, tehát a kérdés, hogy az epigenetika az van, hogy a genetikánk nem változik, de mégis vagy máshogy nézünk. Jó, például egy része az, hogy két ikermért lesz más epigenetikai ok is. Na most az igazán izgalmas kérdés, hogy lehet az egyik generációra a másikra átadni. Hát ugye állatokban ez problémásabb, hogy tényleg van ezzel. És a növényekben viszont nem egyre problémás. A növényekben elég sok epigenetikai változat igazából simán átadódik a következő generációra, csak valamiért a növényekkel kevésbé vizsgálni. Az egyik klasszikus példa az a gyújtóvágyfűnek van egy olyan változata, ami fura, a világ a másik, nem egy tisztességesen rakos világ, teljesen máshogy néz ki, ami egy ilyen epigenetikai mutáció, és nagyon sokáig fennmarad. Tehát növények arabidoszisza mértékéből tipikusan megkorálni gyakorisága, és ott jobban működik. Tehát ott jobban lehetne ezt vizsgálni, de persze minket azért remél belül lesz éhezés és társai. Ugye azt próbáljuk, embereken nem kísérletezünk, patkányokon egereken igen, és ott próbálkoznak ilyesmivel, de kár, hogy nem úgy. Hát én Én optimistább vagyok ezzel a transgenerációs epigeneti megállal kapcsolatban, pessimistább. Elmondhatnám az ellenvéleményt. Te is mondhatod az ellenvéleményt, akkor elmondhatod. Nem, azért pont sem nem tudom rekonstruálni, mert a saját esetben. Igen, érdekes van. Valamennyire. Ez még nagyon ilyen, lesz, hogy mitől, az aztán pláne. Maga az, hogy van, az ami egyébként most lesz, hogy van, de még csak ilyen felhasonlózó az ismert, és akkor egy kezembe azt, hogy megtanítanám, hogy hány darab példára. Bárkinek bármilyen kérdése maradt még, amiben nem szeretne kérdezetlenül hazamenni? Valahogy az ember egy társa az, hogy milyen hatása van többé, hogy az intelligenciájára szól. Egyébként most csinálok egy csomó dolgot, és nyilván nem egy nagy hatása van többé, hogy ez egy pozitív van. Hát mondjuk a kutya, az eleve nem lenne nélkül. Tehát nem csak arról van szó, hogy hatással vagyunk rá, hanem nem lenne nélkül. De valószínűleg ezek nagyon kivételes. Mert a kutya intelligenciája az direkt ahhoz alkalmazkodott, hogy az embernek megfeleljen. Tavaly voltam egy konferencián, ahol hallottam egy előadást arról, hogy valaki vizsgálta az emberrel való
játszás képessége kutyákon belül, annak mi a genetikai háttere. Nézték, hogy melyik kutya mennyire játékos az emberrel, és mindegyiknek megnézték a teljes genomját, és összehasonlították, és akkor kiderült, hogy milyen gének befolyásolják ezt. Tehát, és akkor úgy a kutyának az a kvázi lényege, hogy nekünk akar megfelelni, mert az biztosítja neki a táplálkozást. De ez egy nagyon kivételes eset, és általában nem hiszem, hogy ez a hatás lenne, hogy állatok tőlünk tanulnak valamit. Ez egy befolyásolja viselkedésüket. Igen, jó. Tehát itt azt kell, hogy le kell mondani, melyik fajra mi igaz. De nagyon sok típusan kajafajra az a válasz, hogy miért lettek. Tehát egy szarvas marha, egy szarvas marha, egy malac, egy gyú, egy kecske, az a vadon élőhöz képest szerényebb képességekkel rendelkezik. Hisz végülis neki azt kell viselni, és sokan egymás mellett állnak és híznak. Hát végülis erre tartjuk őket. Tehát itt nem kell megoldani a problémát. Most ugye az ember hatása, ugye ez a domestikált állatok, ez az egyik dolog, a kutya az egy ilyen szempontból teljesen más dolog, a macska az minket háziasított, hogy kezdjük. Igen, de akkor még az is kérdés, hogy mondjuk egy most egy urbánus környezetben élő mosómedve, ez mennyivel okosabb vagy sem. Tehát bizonyos állatoknak meg érdekes kihívásokat teremtünk. És ilyenben meg van rá példa, de megint ez is olyan kérdés, hogy hát tudunk olyat mondani, a szempont a mosómedve. Talán most izgalmasabb feladatokat meg tudnak oldani, mert meg kell tudniuk oldani. Ez nagyon fajfüggő, mert megkezdi a szúnyog okosabb lett, hogy semmi, és ez a válasz, hogy valószínűleg nem. Semmi nem változott. De akkor mondjuk a mosómedve az lehet, hogy igen. Hát sőt, el tudom képzelni, hogy van olyan fejlődés, hogy sokkal könnyebb táplálékozódni a városi környezetbe, és annak kifejezetten kevesebb feladatot kell megoldani. Jó, akkor elköszönünk idejére. Én még rájövök. Akkor én elmegyek, és szeretnék jól maradni. Oké, köszönjük szépen. Bárki mi? Szaporodik, ezek mind. Kevés, gyorsan lehessen szaporítani. Tehát ha 3 évre mindenek a grántot, akkor ez a lőtt. Sok, igen. Elefánt kibutott. Meg ilyen, hogy igénytelen legyen. Tehát most miért az E-coli? Mert lerakjuk cukron és nő. Ennyi. Nem gondoljuk, hogy az E-coli az valami különleges baktérium, de belerakjuk cukorra és nő. Ne legyen fertőző kell. Könnyű, hogy ezt tudom.
Ekkor ugye azért tudna dolgokat csinálni, hogy te olyan lenne, de nem. És ha megkérdezik, hogy mély pont a C-elegáns, az a válasz, hogy fogalmas is mély pont. Az én feledések egyszer pont olyan, hogy pontosan lehet, hogy melyik osztódásnál melyik sejtből mi lesz, de ezt szerintem később tudtuk meg, és valószínűleg másik ízdarab által is igaz lenne. Meg hogy miért a Drosophila melanogaster és miért nem a pseudo-obscura az, ami a legjellemzőbb, hát csak. Tehát ebből tényleg ez a mennyi tudunk róla utána már. Tehát lehetne, ezek is szűkíthetnék ezek a mennyi, mint lehet tartani, stb. De az is még rengeteg állatot jelentene. És akkor utána ezek ilyen véletlen. Valamelyik Dodger 1920-ban elkezdte ezt szaporítani, és azóta olyan sokat tudunk tőle, hogy most én hoztuk egy másik állatot, hogy jobb a genomia, meg nem tudom mi. És a válasz az lenne jó, de akkor bele kéne ölnünk azt a 70 évet hirtelen, és akkor aztán így köszönöm. Ott kell, ahogy mondod, 3 éves, 4 éves, és akkor ennyi. Az a baj, hogy, tehát, hogy persze megtudjuk, mikor pontosan így állunk egymás mellett, akkor biztos. Tehát. De ezt ki lehet számolni, és akkor ez olyan nagy számunk, mert azt nem élünk végesen. Nem tudjuk becsülni, mert hogy Malthus, amikor 1700-ban ennyi nyert embernél kevesebb volt az 1700-es évek végén, akkor ő már kongatta a vészharangot, most 8-szor annyian, mint több mint 8-szor annyian vagyunk, és még azt gondoljuk, hogy egy pár milliárd ember valószínűleg még elfér. Tehát nem kell egymás mellett állni, lehet emeletet. Igen, ez a következő, lehet emeletet, lehet, és akkor a tetején valamit a bevéget is megtermesztjük. Az a baj, hogy nem tudjuk. Most egy kicsit ez egy ökológiai kérdés leginkább. Ha arra számítunk, hogy mindig lesz egy olyan technikai újítás, hogy még elfér egy milliárd ember, azt lehet, hogy nem akarjuk igazán. De ennek biológiai határa is van, mert nyilván ismerjük, hogy az de ez nagyon jól viselkedik, szerintem nagyon jó, hogy nem szedünk szabadon. Tehát az a, ha azt gondolod, hogy olyan sokan, mint a patkány kísérletek, amikor nagyon fölnevelték a populáció létét, és elkezdtek ilyen furán viselkedni, szerintem mi is furán viselkedünk néhol, de viszont mi nagyon jól viseljük egymás közönségét. Aki nem viselt, az már nem ért. Tehát erre szelektál vagyunk az egy ideje. Ha meggondolod, az emberiség nagy része azokból van ma, akik már évezredek óta urbánus környezetben élnek, vagy legalábbis letelepedettek. Tehát szerintem, hogy nekik nagyon jól viseljük azt, hogy sokan vagyunk egymás mellett. És jó, azt lehet, hogy nehezen lehet viselni, tényleg ilyen herintféleképpen, de akkor menjünk el, mondjuk egy ilyen kisebb kínai faluba, ahol 10 millió élnek. Elképzelhetetlen számunkra, akik megszoktuk, hogy nagy terek vannak, de hát meg lehet csinálni. És akkor mindig van ki. Úgyhogy szerintem nem érdemes becsülni, és ne akarjuk elérni, tehát én nem. Szóval ez sokkal inkább azon múlik, hogy milyen típusú életet szeretnénk magunknak, és mi az, amit már nem fogadnánk el, illetve mennyire akarunk belemenni egy még mesterségesebb létezésbe, a sok emeletes házakba élni és mesterségesen termelni az élelmiszer. Tehát innentől ennek nincsen valami abszolút. Amúgy is azért most már lefelé fog előbb-utóbb menni. Előbb-utóbb, igen. Hát most egyre lassul a növekedése, és akkor ez most a 10 milliárd környékig, ez fölmegy valószínűleg, és akkor utána már nem annyira, és akkor lehet, hogy lefelé megy utána. Igen, hát ezt nehéz tudni, ez egy probléma lesz egyszer, hogy most ezt hogyan beszélj. Hogy is legyen. Nyilván se az nem megy, hogy tartósan ilyen gyorsan szaporodjon se, ez nem lenne szerencsés, hogyha elmelegedik az emberiség nagyon, mert túlkevő gyerek születik, hát most. És ezek már nem biológiai ügyek, mert ezek már nagyon kulturális ügyek, és mi már kontrolláljuk a saját szaporodásunkat, és semmilyen tehát ez a csok dolog nem nagyon működik. Ez a csok nem nagyon működik. De az építőipar nagyon jól megvan belőle.
ettől nem lesz több gyerek, igen. De ezért akarják bezárni a szociológiai intézetet. Valami működik, de nem elég. Hát egyre többen én olvastam azt, hogy egyre többen vannak olyan helyzeteket, hogy maximum két gyereket várnak azért, hogy a környezet teltés úgymond csökkentség. És arra is vannak, hogy azok a gyerekek, akiket most hozunk a világban, nekik valamit élniük is kell, és most nyilván nem csak, hogy túlszabadulunk, de hogy csökkentünk a következő évszázadok az életfeltételével. Én ezt felkéntem egy lehetőségnek, akkor az így nem... De ez a hét kiszelek, akik emiatt lesz kevesebb gyerekünk, az ez a fajta gondolkodás, ez önmaga ellen. Hát de már az is reprodukciós, hogy az embernek egy gyereke van. Nem, 1,3 most az 1-1 van Magyarországon, tehát két gyereknél van siker, több mint az átlag. Na most azért ez a gondolat, ez nagyon friss. És az, hogy kettő alá csökkenjen ez a szám, az ennél sokkal régebbi. Tehát ez a fejlett világ egy részében már alacsony a népesség növekedése, vagy esetleg csökken a népesség. És egészen biztosan réges rész sokkal kevesebb gyerek születik, mint biológilag tudna. És nem azért, mert tudatosan a környezetet akarjuk kimélni, mert ez meg egy nagyon friss dolog. És ugyanúgy visszacsatolunk ahhoz, hogy együtt oldalt sokkal jobb körülmények között tudunk az egyszerűen. Igen. Pontosan. Pontosan erről van szó. Tehát független a globális gondolkodástól az, hogy föl kell nevelni a gyerekeket anyagi értelemben is föl kell nevelni, ez egy nagyon fontos szempont, és igen. Hogy arra már vannak, hát vagy valamológiai, vagy kísérleti megfigyelések, hogy az ilyen károlás stratégia az, hogy tőle, mert megjelenik, hogy ez még múlik. Hát, tehát arról van szó, hogy egy fajnak inkább sok utódja van, vagy kevesebb, de azt gondosabban fölneveli, ezt érted alatta. Hát ez úgy dől el, hogy nyilván most az emberről nem beszélek, aki ilyeneket kérdez, hanem hogy összességében annak van előnye, aki több magához hasonló felnőtt szaporodóképes utódot tud létrehozni, és akkor az egy kérdés, hogy ez úgy érje, úgy lehet elérni, hogy sok utódom van, és azok egy része túlél, vagy kevés, de az nagyobb esélye van túlélni, és ez minden faj esetében vagy így dől el, vagy így dől el. Hogy mi az előnye. Hát környezeten is, meg sok mindenen is múlik. Alapvetően az energiát. Igen. És hogy igen. És hogyha mondjuk egy rovarfajnak nem nagyon van mit tenni annak érdekében, hogy az a petteje sikeresebb legyen, ott az a sikeresebb, aki nagyon sok petét lerak, vagy az a növénye sikeresebb, amely nagyon sok magot hoz. Bár ez se igaz, mert lehet, hogy a nagyobb maga az nagyobb eséllyel nő fel. Az a lényeg, hogy attól, hogy kevesebb utódod van, tudsz attól segíteni neki abban, hogy nagyobb valószínűséggel éljen túl. És nyilván a sasmatár a viszonylag nagy fiúkáját nagy eséllyel föl tudja nevelni, míg az énekes madárnak, az ekkora kis fiúkájának egészen biztos, hogy a túlnyomó többségét nem éri túl az első telet, tehát akkor nem lehet arra bazírozni, hogy ezt a picike kis fiókát úgy megetetem, hogy már túlélje az első telet, és akkor meg az a jó, hogyha minél több tojást kapok. Akkor meg is megvan neked. Igen. Tehát ezek ilyen pillanatban, hogy volt már olyan, hogy mi ezt időben láttuk, hogy valamelyik, hogy láttuk, hogy olyan,
hogy folyamatosan egyre kevesebb utódóval egyre több energiát fektettek generációra, generációra, ott fordítva. Nem, ez egy így. Tehát azt, hogy egy ilyen... Nem, nem, ezek így nincsenek. Ezek így, de nagyon különböző időskálák vannak. És ez a kép, amit kérdezel, ahhoz a gondolathoz tartozna, hogy egyre fejlettebb fajok vannak, amelyek egyre jön. De ez általában nem így van, hanem pillanatnyi előnyök szerint megy erre vagy arra a evolúció, és néha vannak ezek a nagy komplexitású ugrások, vagy kisebbek, de általában nincs ilyen ilyesféle tendencia az evolúció. Egyik irányba sem? Az a baj, tehát egy fosszilis rekordban nem tudnánk ilyet látni. Tehát sose tudjuk, hány utódja van egy T-rex. De valószínűleg... De nem tudjuk, mert nincs, nem kövülnek, tehát nincs az, hogy akkor minden fészek ajtól megvan, és mikor mindig három tojást rakott, és akkor látjuk a következő fajt, és oda meg azt látjuk, hogy 10 tojása van. Tehát az a baj, hogy nincs ilyen sor, tehát adatunk sem lenne rá, és egy ilyen evolúciós folyamat, az nagyon hosszú lenne. De lehet, hogy azzal meg lehet csinálni. Valószínűleg látnánk ennek különböző paramétereket. Tehát, hogyha azt látnánk, hogy az evolúció során ugyanaz a madárka egyre nagyobb tojásokat rak le, az megfelelne ennek, hogy akkor valószínűleg kevesebbet rak le, de nagyobbat. Na most ilyen tendencia nagyon egyszerű okból nincsen. Tegyük fel, hogy a kicsit nagyobb tojás előnyösebb. Akkor az a szelekció, ha igazi hosszú időtartamokhoz képest nagyon gyorsan végbe megy. És akkor az a fajnak olyan lesz a tojás mérete. Ez nagyon, ilyesmi nagyon gyorsan evolválódik. És az nem fog utána sok-sok millió év alatt tovább nőni, mert már egyesen legelején elérte az optimális méretet. Tehát amikor egy faj kialakul, akkor van egy viszonylag gyors alkalmazkodásához az új élet lehetőséghez, majd utána ide-oda, ez az, de nem változik. Tehát nem arról van szó, hogy egy folyamatosan egyre tökéletesebb, ez folyamatosan alkalmazkodik ahhoz, hogy mit hoz az élet, de nincsenek ilyen hosszú tendenciák emiatt. Mert egyébként valami, hát hogy olyan gyors a szelekció, hogyha egy tenyésztő azt akarja, hogy neki nagyobb tojást toljon a tyúkja, akkor ezt emberi idő alatt elér. Egyszerűen attól, hogy a nagyobb tojásot szaporítja tovább. Tehát az evolúció simán komolyan tud változni néhány tíz generáció alatt. És a nagyon hosszú távú nagy változások azok pedig nem ilyen egyenletesekből adódnak, hanem néha megszalad erre, arra valamilyen különleges kombinációba úgy lehet. Vannak ilyen nagyon jó evolúciós szimulációk, vagy szimulátorok, vagy... Hát nem tudom mi az, hogy nagyon jó. Mi azzal foglalkozunk, hogy evolúciós szimulációt csinálunk, hát nem tudom, hogy mi az, hogy nagyon jó. Töröljük a nagyon jó. Akkor azt tudom mondani, hogy vannak evolúciós. Ez egy fő irányát a kutatásban. Hát fő iránya, igen, ennek egy iránya, hogy lehet érte szimulálni valamilyen szinten. Hát nem is megint, hogy van a számítási kapacitás, hogy sehol. Hát azért a drozinál szerintem mindig van. Bár ugye nagyobb állam. Tehát az a két, hogy vannak azok, amik látványosak, és aranyos dolgokat lehet kihozni, ezek hát ilyen fizikai szimulátorok, hogy hogyan hány lába van, és itt lépked. Nagyon jó videókat lehet rajta. Ezek olyan szempontból, hogy látványosak, lehet látni valamilyen furadó megoldására, lám lehet csinálni valamit, arra nagyon jó. Mi tipikusan nem az ilyen látványokra megyünk rá, hanem van a kérdés. Nem azért, mert hogy van egy kérdésünk, és akkor arra válaszoknak, hogy a modelleink. És a biológiailag realisztikusabb, vagy részletesebb? Hát valamit szeretném megfogni a világból. A másik az, ez a kísérlet, meg az elmet, ez nem, azok kiegészítik egymást, és nem pedig csak ez, meg csak azt. Tehát néha arról az, hogy általában az elmet az olcsó,
Viszont ugye mi predikciót tudunk, hogy mi az a végtelen sok, amit meg lehetne csinálni a kísérletből, mi lenne az a pár kísérlet, amit ezt meg érdemes lenne csinálni. És akkor vissza kell menni a kísérlethez, hogy akkor abból esetleg megcsinálják, lehet, hogy ilyen pénzt is adunk hozzá. És akkor utána megint lesz megnyitott kérdések, amikor megint kicsit modellezünk, meg gondolkozunk rajta, aztán megint néha visszajönjünk a laborba. Úgymond. Ha az lett a kérdés, hogy van-e olyan szimulátorunk, ami holnap megmondja, hogy hogy lesz a Föld ezer év múlva, akkor nem tudtam adni. Azt mondja, hogy nem lehet szimulációba beletenni, hogy végtelen változatossága van annak, hogy miféle életlehetőségek vannak, lehetnek a jövőben. Miféle... És megtalálod olyas, mint amit nem gondoltál? Igen, azt nem tudom beletenni a szimulációba, és emiatt az, hogy kihalnak-e a madarak 10 millió év múlva. Szóval ezt ilyesmit nem lehet elmenetileg vizsgálni. Az majd történik valahogy. Jó, hát hogyha... Akkor köszönöm.